Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a törtek összeadásáról és kivonásáról tanulunk. Aktuális leckénkben valódi törteket vonunk ki, mégpedig olyan törteket, melyeknél különbözők a nevezők. Mivel szeretnénk a pozitív, racionális számok halmazában maradni, így az elkövetkező példáknál a kisebbítendő mindig nagyobb lesz, mint a kivonandó. Bevezetőként ismételjük át mindazokat a szabályokat, amelyeket a különböző nevezőjű valódi törtek összeadása esetén tanultunk. Ugyanezeket a lépéseket alkalmazzuk a kivonásra is. Először is megkeressük a közös nevezőt. A következő lépésben, mint azonos nevezőjű törtek, most már kivonjuk, ami azt jelenti, hogy számlálókat kivonjuk, nevezőt csak lemásoljuk. A kapott eredményt fontos, hogy ellenőrizzük, mégpedig egyrészt, hogy egyszerűsíthető-e, másrészt, hogy vegyes törté alakítható-e. Kivonás esetén a vegyes törté vala alakításra ritkán kerül sor, inkább többet szerepel az egyszerűsítés, úgyhogy ezt ne felejtsük el. E rövid kis bevezető után nézzük akkor a konkrét feladatokat. Először is vonjuk ki a háromnegyedből. negyedből, a kettő harmad törtet. Látjuk, hogy különbözők a nevezők, így első lépésként keressünk közös nevezőt. Használjuk először is a prím tényezős felbontást. 4nek és háromnak keressük meg tehát a legkisebb közös többszörösét. Ha leírom a négyet és a hármat, illetve a mellette rövid kis vonalat, keressük azt a legkisebb olyan prímszámot, amelyel el tudom osztani akár az egyik, akár a másik nevezőt. Hát ez a legkisebb ilyen prímszám a 2. 4-ben a 2 megvan kétszer, mivel a 3-at nem tudom osztani 2-vel, így a 3-at csak lemásolom. A két szám közül legalább az egyik osztható 2-vel továbbra is, 2-ben a 2 megvan egyszer, a 3-at ugyancsak lemásolom. Így a következő lépésben egyértelmű, hogy 3-mal osztok, 3-ban a 3 megvan egyszer. Számoljuk ki akkor a 4-nek és a 3-nak a legkisebb közös többszörösét. Ezeket a tényezőket szorozzuk össze. 2x2 az 4, négy, 4x3 az 12. Tehát a legkisebb közös többszörös, vagyis a közös nevező a 12. Ezt a közös nevezőt számolhatjuk fejben is. Nézzük ennek a módszernek a lépéseit. A két szám közül nagyobbik száma 4. Ellenőrizzük le, hogy a 4 osztható-e hárommal maradék nélkül? Mivel nem, így a 4 veszem a kétszeresét, az lesz a 8, a 8 sem osztható hárommal maradék nélkül, akkor veszem a 4-nek a háromszorosát, az a 12, az már osztható hárommal maradék nélkül, így tehát a közös nevező a 12. Föl is írhatjuk akkor a tört vonalakat, és a közös nevező helyére beírhatjuk a 12-t. Következő lépésben bővítsük a törteket a közös nevező alapján. Két módszert is tanultunk már, az egyik a körös, a második pedig a pipázós módszer. Ennél a feladatnál nézzük a körös módszert. Ennek lényege abban áll, hogy a közös nevezőt, a 12-t először is elosztom az első tört nevezőjével a 4 az 3, így akkor az első törtnek a számlálóját 3-mal bővítem, tehát 3x3. Ugyanezt alkalmazom a második tört esetén is. A 12-t elosztom 3-mal, az 4, így akkor a második törtnek a számlálóját, a kettőt, t megszorzom ezzel a 4 -jel. Ezek után el tudom végezni a kivonást, mint azonos nevezőjű törtek. Természetesen előtte rendezzük ezeket a számlálókat. A nevezőt csak lemásolom, tehát a 12-t csak átírom, és hogyha számoljuk a számlálókat, 3 x 3 az 9, mínusz 2 x 4 az 8. Most már nagyon könnyű dolgunk lesz, ha elvégezzük ezt a kivonást, 9 mínusz 8 az 1, a nevezőt pedig csak lemásolom, 12-et, tehát a különbségünk 1 12 ed Még annyi maradt tenni a feladatnál, hogy ellenőrizzük, egyszerűsíthető-e az a tört, illetve vegyes törté átalakítható, mivel egyik sem teljesül, így mondhatjuk, hogy az 1.12-ed a végeredményünk. Gyakorlásként nézzünk még egy feladatot. A 9 tizedből vonjuk ki az 5 hatodot. Először is keresjük a közös nevezőt. Nézzük újból a primtényezős felbontást, a nevezők a 10 és a 6. Tudom őket osztani 2-vel, 10-ben a 2 megvan 5-ször, 6-ban a 2 megvan 3-ször. Mivel tovább nem tudom kettővel osztani őket, a következő prímszáma 3, az 5 nem tudom, tehát csak lemásolom, és 3-ban a 3 megvan egyszer. Utolsó lépésként 5 kell, hogy osszam, 5-ben az 5 öt megvan egyszer. Ahhoz, hogy kiszámoljam a legkisebb közös többszöröst, össze kell, hogy szorozzam ezeket a tényezőket, tehát a 2-t, a 3-at és az 5-öt, 2 3 az 6, 6 5 az 30. Ugyanerre az eredményre jutunk, hogyha fejben számolunk, nézzük annak a lépéseit, két szám közül a nagyobbik szám a 10. Viszont a 10-et nem tudom osztani 6-tal maradék nélkül, veszem a 10-nek a többszöröseit, először is a kétszeresét, az lesz a 20. A 20 sem osztható 6-tal maradék nélkül, akkor veszem a 3 a 10-nek, az a 30, a 30-at már el tudom osztani 6 maradék nélkül, és láthatjuk, hogy íme úgy szintén a legkisebb közös többszörös a 30. Miután megrajzoljuk a tört vonalakat, a közös nevező helyére odaírhatjuk a 30-at. Ennél a feladatnál alkalmazzuk a pipás módszert a törtek bővítésére. Nézzük, hogy az első törtet mennyivel kell bővítenem a 30-at, ha 10-zel, tehát a nevezőket hoztom, az 3, az kerül az első pipára, így akkor a számlálót majd a 9-et szorozni kell 3-mal. A második tört esetében a 30-at osztom 6-tal, az 5, ez kerül a pipára, így a számlálót 5-tel szorzom. Ezek után, mint köz azonos nevező törtek, el tudom őket, ki tudom őket vonni. Most már elegendő egy tört vonal, a nevezőt csak lemásolom, az lesz a 30, végezzük el ezeket a szorzatokat, 9 x 3 az 27, mínusz 5 x 5 az 25. Megjegyzem, hogy ezt a középső lépést nyugodtan átugorhatjuk, tehát már innen a pipára leolvashatjuk, hogy 9 x 3 az 27, illetve 5 x 5 az 25. Már csak annyi maradt, hogy elvégezzük ezt a kivonást. 27 5 az 2, és a nevezőt csak lemásolom. Utolsó lépésként ellenőrizzük, hogy a kapott eredmény egyszerűsíthető-e. Vegyük észre, hogy a számláló is és a nevező is osztható kettővel, így ha elvégezzük az osztást, kettőben a kettő megvan egyszer, 30-ban a kettő megvan 15-ször, így a kapott végeredményünk egy 15 -öt. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!